Komoly változást hoz a Komáromi Klapka György Múzeum és a város életébe is, két fontos, fejlesztést előre mozdító pályázat. Az önkormányzat sikerrel pályázott, és a terület és településfejlesztési operatív programból mintegy 250 millió forint forrás nyert a hajdani méntelep főépületének felújítására, ahová a múzeum főépületét költöztetnék. A főépületet mondhatni, hogy igencsak kinőttük. Egyrészt kinőttük az időszaki kiállított termet, mert főleg, hogyha nagy helytöteti kiállításokra kerül a sor, akkor szerencsére annyi anyag összegyűlik, hogy éppen ott csak elférünk ebben a teremben. Másrészt meg kinőttük a római állandó kiállítást. Ugye azért az évek során rendkívül sok és nagyon értékes, izgalmas leletanyag került be a múzeumba. Ezeknek a bemutatása nem kellőképpen lehetséges itt a múzeumban, nincs elég hely, például a falfestményeknek a bemutatása, nem tudjuk mindet teljes teljedelmében bemutatni, vagy az új tárgyakat sem tudjuk már nagyobb tárgyakat elhelyezni, és mindezek miatt tulajdonképpen jött az a gondolat az önkormányzat részéről, hogy kellene egy másik nagyobb múzeumot találni a városban, és hát a kombinált főépület, a régi méntelepnek az épülete, ami 1907-ben épült, miután üresen állt, de városi tulajdonban volt, ezért ez egy jó lehetőségnek tűnt néhány évvel ezelőtt, hogy az legyen az új múzeum. Az esedékes korszerűsítés után múzeumként működhet úgy, hogy abban az ELTE régészeti tanszékének egy kihelyezett oktatóközponti szerepét is betöltheti. A közbeszerzési eljárást követően várhatóan tavasszal a kivitelezés is megkezdődhet, egyrészt az állagmegóvás, másrészt az új elképzelések megvalósítása érdekében. Ha minden szépen és jól megy, akkor jövő, tehát 2020 májusa körül meg tudjuk nyitni a múzeumot. Na most sokakban felmerül az a kérdés, hogy miért ilyen hosszú ideig tart ez az egész. Azért egy múzeumot létrehozni, elég speciális infrastruktúra kell ahhoz, hogy egy állandó kiállítást csináljunk, hiszen arra gondolunk, hogy ahány tárgy van, ahány tárgyfajta van, gyakorlatilag mondjuk a klimatikus viszonyok is változtatni kell, hiszen egy fémanyagnak teljesen más páratartalom vagy hőmérséklet kell, mint mondjuk egy kerámia anyagnak. És ugyanez érvényes az időszaki kiállított teremre, mert hogyha mindezeket nem tudjuk megvalósítani, vagy éppen a biztonságtechnikát, akkor például nem kapunk kölcsön majd tárgyakat a különböző időszaki kiállításokhoz. Első lépésben a földszinti rész nyílna meg, ahol az állandó római kori kiállítás kaphat majd helyet némi átrendezés után. Ezzel kapcsolatban nagyobb léptékekben gondolkodnak, hogy a Brigécióban feltárt épületek mintájára rekonstrukciók is szerepelhessenek példatárként. A látogatók megnézhetik majd a legszebb tárgyi emlékeket és falfestményeket is, többek között az ókori lakoma jelenetet ábrázoló falfestményt. Alkalmunk nyílt egy pályázat keretében a még ládákban lévő, tehát a feltárás után nem restaurált részeket is restauráltatni, és ezzel kiegészítve fog majd bemutatásra kerülni az új múzeumban. És természetesen lesznek különböző ARS, illetve VRS, tehát kiteljesztett valóságos és virtuális valóságos bemutatások is, hiszen a mai modern múzeumnak a képéhez, a működéséhez ez hozzátartozik. Ugye ezek elsősorban mindig inkább a fiatalabb korosztályokra épülnek. Lesz még a földszinten ugye az időszaki kiállítóterem, ami jelenleginél kb. Kétszer nagyobb lesz, illetve egy kisebb múzeumpedagógiai foglalkoztató, amelyben kisebb előadásokat is lehet tartani, lesz itt raktár és egy kávézó. Az emeletnek a berendezése egyelőre az irodák fognak átköltözni, illetve egy könyvtár. Ugye igen nagy könyvtár van a múzeumnak, hát most itt mindenféle zegzugokba helyezzük el a könyveket meg dobozokba, mert nagyon-nagyon nem férünk el. A könyvtári emeleten dolgozhatnak majd a kutató munkát végzők és a régész hallgatók. Egy későbbi időpontban jöhet létre a város helytörténeti kiállítása ugyanitt.
Helyet kaphat többek közt Horsa Istvánné önkéntes néprajzi gyűjtő, Két haza egy szívben elnevezésű felvidéki kitelepítettek néprajzi gyűjteménye. Az értékes válogatást, amit család, gazdálkodás és életmód történetek egyéb forrásanyagok gazdagítanak, 1997-ben adományozta a múzeum számára a gyűjtő. A gyűjtemény kiállítása már régi adóssága a városnak. A várva vált fejlesztés kiszolgálja majd a múzeumi lét egyéb elvárásait és előírásait, beleértve az állományvédelmi feladatokkal járó szabályokat is. Számadó Emese múzeum igazgató azt is elmondta, hogy jelenleg a főépület minden zegzuga raktárként üzemel, ahol ásatásonként több ezer tárgyat tárolnak. Egy másik elképzelés egy idegenforgalmi látogatóközpont létesítését eredményezi a molai városrészben a Stadion úton. Németország egy részének, Ausztriának, Szlovákiának és Magyarországnak a római kori limes szakaszai a világörökségre jelöltek. Ezeknek a limes szakaszoknak a kiemelkedő római kori helyszíneinek a fejlesztése van folyamatban. Illetve ez a fejlesztés, ez jó néhány éve, a tervek már jó néhány éve folyamatban vannak. Az első terv Brigécióban, ami mindenképpen egy kiemelkedő helyszín, ugye Pannonia is a magyarországi limes tekintetében, hiszen itt volt egy legiótábor, és ha azt veszük, hogy a mai Magyarország területén két legiótábor van, ugye a másik Aquincumban, akkor mindenképpen ez egy kiemelt, hiszen a légiók voltak a legmagasabb katonai egységek, a legfontosabb határvédelmi szerepük nekik volt. Az első gondolat az volt, és az első tervek az volt, hogy a 2014-ben a gátépítés során megtalált, és aztán 17-ig feltárt római kori fürdőnek gondolt épületkomplexum kerüljön be mutatásra, és az első tervek erről is szóltak. Aztán két évvel ezelőtt, 2017-ben tervmódosítás történt, nem volt megfelelő a helyszín, mert hogy a gát meg a vasút közé nagyon be van zárva, tehát egy nagyobb területet gondoltak a Limes projektnek a vezetői inkább erre a célra bemutatni. Ezért az új elképzelések szerint a 2017-ben a molai sportpályákkal szemben a Brigéciói légiótábor területén feltárt mintegy 600 négyzetméter alapterületű reprezentatív épület kerül bemutatásra, melyben a régészek szerint vélhetően 375. november 17-én első Valentinianus császár elhunyt, és amelyben utódját, második Valentinianust császárrá kiáltották ki. Ezt el is fogadták a Limes projekt vezetői ezt a helyszínt, illetve azzal kiegészülve, hogy a tábornak ez az egész északi része, az ott lévő kis futballpálya kivételével ebből egy régészeti park legyen. Ezt a területet az önkormányzat már a pályázat segítségével meg is vásárolta, és mi 18-ban is ástunk ki, egyrészt folytattuk ennek a félköríves záródású épületnek a feltárását, másrészt pedig az oda már megtervezett fogadóépületnek az alapjait ástuk meg. Hát azt kell, hogy mondjam, ez részben elég szerencsés és szerencsétlen helyszínválasztás volt. Szerencsés volt olyan szempontból, tehát a fogadóépületnek a helye, hogy egy újkori beásás a nagy részét elvitte. Tehát tulajdonképpen római emlékeket nem fogunk elpusztítani azzal, itt nem is pusztíthatnánk el, de mondjuk meg egyszerűsödik az építése ennek az épületnek, mert római emlékek ott már nincsenek. Ugyanakkor találtunk, és ez közvetlenül az épület mellett halad el, egy nagyjából 30 méter hosszan kiástunk egy római kori csatornát, egy észak-dél irányú csatornát, egy fantasztikus látvány, tehát aki tavaly kijött a nyílt napokra, mindenki csak azt mondta, hogy hát tényleg ez ilyen Itáliába, vagy nem tudom, görög meg a török római kori emlékekhez hasonlatos látvány volt. Na most ennek egy szakaszát is be tudjuk majd mutatni, úgy néz ki a projektnek a keretében. A terület a jövőben olyan idegenforgalmi látványosságnak számító régészeti parkká alakulhat, melyben interaktív, családbarát szolgáltatások várják majd a látogatókat. Ez egy ginopos pályázat, tehát maga ugye a területnek a megvásárlása, a fogadóépület felépítése,
a apszisos épület bemutathatóvá tétele, e fölé egy sátor került, tehát nem egy állandó sátor, de nem egy állandó épület. Memkőépület, igen, fog kerülni. A játszótér, a piknikzóna, illetve a különböző applikációknak a elkészítése, erre megvan egy GINOP-os pályázat, 2020-21 körül kell ezt teljesíteni. Amennyiben idén júniusban a világörökségi cím elnyerése is sikerrel jár, akkor rendkívüli híre és látogatottsága lehet a Római Régészeti Parknak, Komáromnak és környékének.